Lelőtték azt a férfit, aki Allah Akbar felkiáltással, árrobbanó mellénnyel és késsel a kezében próbált berontani egy párizsi rendőrkapitányságra. A merényletet az Iszlám Állam nevében követték el. A francia fővárosban közben az egy évvel ezelőtti Charlie Hebdo elleni merénylet áldozataira emlékeztek. Lezárták annak a párizsi rendőrkapitányságnak a környékét, ahová merénylő próbált behatolni. A férfit lelőtték és robottal átvizsgálták. Szemtanúk szerint legalább 3 lövést lehetett hallani. A rendőrség a támadás után arra kérte a környéken lakókat, hogy menjenek vissza lakásaikba az erkélyekről, mert valós veszély áll fenn. A lelőtt támadó holttestét a hatóságok megvizsgálták, ezután derült ki, hogy a rajta lévő robbanó mellény hamis. A merénylőnél találtak egy papírt is, amelyen az Iszlám Állam terrorszervezet zászlója volt, és egy szöveg, amelyben felelősséget vállalnak a merényletért. Közben a francia elnök olyan rendőrökre emlékezett, akik szolgálatteljesítés közben haltak meg. Önök védik a francia polgárokat, továbbá az életmódjukat és szabadságukat. A küldetésük évtizedek óta nem volt ilyen fontos és nehéz, mert a terrorizmus továbbra is fenyegeti országunkat, mondta François Hollande. A városban az egy évvel ezelőtti terrortámadásokra emlékeznek. 3 dzsihádista tavaly január 7 és 9 között 17 embert ölt meg. A kuasi testvérpár a Charlie Hebdo szerkesztőségénél 12 emberrel végzett. Kedden emléktáblát avattak az áldozatok tiszteletére, de egyikük nevét elírták. Özvegyét mégsem ez bosszantja leginkább. Dühös vagyok, mert látom, hogy az ország nem tanult a tavalyi terrortámadásokból. A haragom tovább nőtt a novemberi merénylet sorozat után, amikor 130 embert megöltek, mondta a karikaturista özvegye. Nem csak a szerkesztőségnél, hanem a város másik pontján is történt terrortámadás. A harmadik merénylő, aki kapcsolatban állt a szerkesztőség megtámadóival, január 8-án lelőtt egy rendőrt. Amedi Koulibaly másnap 4 embert megölt és 15-öt túszulejtett egy kóser szupermarketben. A rendőrök január 9-én lőtték le mind 3 merénylőt. A francia államfő bejelentette, hogy 2017-ig összesen 5000 fővel bővítik a rendőrséget és a csendőrséget. 2000 új munkahelyet teremtenek a hírszerző szolgálatoknál is, hogy hatékonyabban léphessenek fel a terrorizmus ellen.